Szervusztok, PC Guru nézőink, Csocsó vagyok, és itt ül mellettem Krisz, hogy a Battleborn című játékról beszélgessünk. Igen, a Battlebornról, arról a játékról, amiről talán már sokan el is felejtették, hogy volt, pedig nem csak volt, hanem van is, és méghozzá nem is sikerült rosszul, csak hát mondhatjuk, hogy elég rosszkor jelent meg. Kérlek, Krisz, meséld el nekem, hogy miért jelent meg rossz az a program, és egyáltalán milyen játékról is beszélünk. A Battleborn május 3-án jelent meg, azt kell róla tudni, hogy a Gearbox szoftvernek a játéka, annak a Gearbox szoftvernek, aki a Borderlands sorozatot tett le az asztalra, és ezért ennek a játéknak egyébként is csomó stílusjegyét magán hordozza, és ahogy mondtad itt a felvezetőben is, egy remek kis játékról van szó, ami sajnos nagyon rosszkor jelent meg. Mostanra, hát nem is mostanra már, mikor ezt a videótesztet készítjük, hanem 2 héttel a kiadása után már féláron lehetett kapni a játékot, ami valószínű már elmondja azt, hogy mennyire nem kellett a kutyának sem, ami így kritikus szemmel nézve elég fura, mert egy olyan játékról beszélünk, amin tényleg nehéz fogást találni. Ezt el is fogjuk mondani, hogy miért. Gyakorlatilag tehát már ezzel felvezettem, hogy a Borderlands készítőinek a játékáról van szó, ami egy kicsit Borderlands-es is, tehát a megvalósítás, egy belső nézetes akciójátékról beszélünk, ami körülbelül úgy is néz ki, mint a Borderlands ilyen rajzolt, kedves grafika, mellett megtartotta még a humoros vonalat is, tehát nagyon vicces, tényleg hasfaszalkató poénok repkednek össze-vissza a játékban. És mindezt feltuningolták olyan elemekkel, amik manapság divatosak, amik manapság népszerűek, és furcsa módon még jól is illeszkednek ebbe a játékmenetbe. Játékmenetet emlegetsz, mégis miféle játékot kapunk? Azt ugye látom, hogy FPS, színes, hangulatos, humoros, na de nem sima shooter, hanem valami egészen más. Hát elnézést, hogy megint rögtön a Borderlands-el példálozom, de tényleg nagyon haj az a játék erre. A Borderlands-ben ugye annak a változatosságát, a különféle fegyverek adták, hihetetlen mennyiségű fegyver volt a játékban, ez tette színessé a magát a játékmenetet. Itt nincs ilyen, mindenkinek egyfajta fegyvere van. Van viszont egy különleges hősrendszer, ami azt jelenti, hogy 20-valány hős közül választhatunk ki magunknak karaktereket, akivel elindulhatunk minden küldetésbe, legyen szó akár az egyszemélyes hadjáratról, amiben van olyan közel 10 küldetés, ezeket lehet 5-en végigjátszani, és akkor ezek a karakterek színesítik a játékmenetet. Úgy kell elképzelni, mintha egy mobával öntenék nyakon az egész játékmenetet, tehát itt is kapunk ilyen közelharcos, karddal hadakozó karaktereket, kapunk távolsági fegyvereket használok, kapunk snipereket, kapunk olyanokat, akik esetleg varázsolnak, sőt, emellett még kapunk ilyen support karaktereket is, akik gyógyítani tudnak. És hogy az 5 játékos együtt dolgozva halad a pályán, ami körülbelül egyébként olyan 30-40 percig tarthat. Ezt itt megjegyezném egyébként, hogy a Battleborn egy kicsit gyengesége, egy kicsit hosszúra sikerültek ezek a küldetések. Szóval végig megyünk 5-en ezeken a pályákon, mindenki oda teszi magát, használja a képességeket, amiket a karaktereik tudnak, igen, itt is a karaktereknek képességeik vannak, a Q gombon van egy, illetve az E gombon, és akkor lépkedjük a szinteket, ahogy egy mobában szokás. Tehát ahogy kapjuk a tapasztalati pontot, úgy a karakterünk folyamatosan szintet lép, és akkor gyorsan válogathatunk ilyen talent-szerűen, mint például a Heroes of the Storm-ban, hogy milyen képességeket akarunk fejleszteni, és ezzel még érdekesebbé szabhatjuk a játékmenetet. Például mondok egy példát, az első karakterünk az Oscar Mike lesz, és akkor ahogy fejlődik a karakterünk, úgy válthatunk neki, hogy mondjuk az egyik gránátja az tűzsebzést okozzon, vagy távolabbra lőjön, nagyobb hatósugárban okozzon sebzést, és 6.-7. szint környékén meg megkapjuk az ultimate képességét is ennek a karakternek. Játék közben egyébként kapunk még ilyen pénznemet is, az még nagyon érdekes a játékban, ilyen kristályokat, sárga kristályokat veszünk fel a pályán, és ezekből a kristályokból, most jön még egy érdekes része a játéknak, ilyen tornyokat építhetünk fel a pálya egyes elemein. Tehát úgy kell elképzelni, mintha megyünk normálisan egy FPS játékmódban, és vannak fix helyek, ahova lerakhatunk tornyokat. Azt viszont, hogy milyen tornyot, azt mi határozzuk meg általában, hogy mi legyen. Ez arra jó, hogy általában ilyen hullámokban jönnek azokon a pálya részeken az ellenfelek, ezeket visszaverik könnyebben. Szóval gyűjtjük ezeket a kristályokat, megyünk előre, vége a pályának, és utána kapunk még egy harmadik pénznemet is, amiből még külön skineket is vásárolhatunk a karakterekre, loadoutokat állíthatunk be nekik. Tárgyak nincsenek, ugye ahogy az elején mondtam, nincsenek különböző fegyverek, de ilyen loadout cuccok vannak, ami ilyen passzív képességbónuszokat adhat a karaktereknek, hogy több kristályt gyűjthetünk, messzebbről ülnek a fegyverek, stb. És még ezeket is vásárolhatjuk belőle. Úgyhogy egy összetett, de viszonylag egyszerű játékmenetet kell elképzelni, ami teli van tartalommal, teli van kinyitható kütyükkel, megszerezhető dolgokkal, és hogy állokoljuk ezeket a hősöket, ezeket a karaktereket, mert egyébként nem kapjuk meg őket egyben, úgy lesz egyre érdekesebb a játékmenet. Csak hát, ahogy mondtam itt a teszt közepén is, egy kicsit hosszúak ezek a küldetések, kicsit repetitívvé válhat ez a játékmenet idővel.
Ha jól értem, ez a játék elsősorban a multiplayerre fókuszál, igaz? Hát elsősorban igen, tehát arra, hogy ne is nagyon menjünk egyedül egy küldetésbe, mert hogyha nincs lefedve több karakterosztály, tehát hogyha nincs távolsági lövőnk, hanem mondjuk csak egy közelharcos karakterünk, akkor megizzadhatunk egyes küldetésben. De igen, ahogy mondod, ez egy kooperatív móka, de emellett egyébként tartalmaz egy kompetitív felületet is, ahol játékosok ellen küzdenek. Ezek közül van egy nagyon érdekes játékmód, ami Meldar névre hallgat. Ez már majdnem úgy néz ki, mint egy MOBA, de hát sávokon mozognak különböző szörnyek, ezeket kell elkísérnünk, és ha bejutnak, akkor pontot kap a csapatunk, hogyha mi szörnyeink bejutnak. De ez természetesen az ellenfél megpróbálja meggátolni, az, hogy szétlövő őket, szétlőnek minket, úgy lehet tureteket, tehát tornyokat építeni, ez is egy tök jó dolog. Szóval igazából nem nagyon van olyan része a Battlebornnak, ami egy csalódást okozna a játékosnak, ha csak nem az, hogy a küldetések idővel repetitívvá válnak, egy kicsit túl hosszúak, és manapság inkább divatosabb ez a gyors játékmenet, vegyük például a Heroes of the Stormot, vagy a Overwatchot, ahol 3-4 perc alatt letudunk egy küldetést, aztán kiléphetünk, elmehetünk bármi más csinálni, nem kell, hogy lekössük magunkat hosszabb időre a játékba. A Battleborn esetében meg pont fordítva van ez, egy kicsit régies emiatt úgy érzem a játékmenet, szóval hosszabb ideig tart, hosszabb ideig kell ott maradnunk mellette, de ugyanúgy megvannak ennek is a szépségei, ugyanúgy jutalmaz minket, ugyanúgy jól is néz ki a játék, ahogy mondtam, humoros, úgyhogy most, hogy már tényleg 6000 forintért meg lehet venni ezt a játékot, és valószínűleg a jövőben ez még inkább csökkenni fog, 3-4000 forintokat sejtek akár már őszre. Én azt mondom, hogy a Battleborn az Overwatch után egy kötelező vétel lesz időm. És ezért fontos még egyébként megegyezni, hogy Tiszt nem véletlenül említette az Overwatchot, ugyanis a két játék között mindössze 21 nap telt el, 3 hét, ez nagyon-nagyon kevés. Nem igazán értjük a kiadó azon döntését, hogy miért adta ki ilyenkor a programot, gyakorlatilag a halálba küldte, tudjuk, hogy nem ugyanolyan műfaj, de egyébként ránézése, például laikus szemmel, én azt mondanám, hogy nagyon-nagyon hasonlít, hiszen színes, ő látványos, az Overwatch is humoros, majd abból is lesz videótesztünk, abban meghallgathatjátok Krisz véleményét róla. De igazából ez fontos sem kiemelni, hogy egy játék lehet akármilyen jó, ha rosszkor adják ki, akkor sajnos egyszerűen nem fogják észrevenni az emberek. Úgy érzem, hogy a Battlebornt mindenféleképpen ki kellett adnia a kiadónak. Ha előbb adja ki, akkor félkészen kerül ki, ha később, akkor meg már teljesen mindegy, az Overwatch után már nem lett volna semmi esélye ennek a játéknak. Ki kellett adniuk, és most ez a 3 hét talán elég volt, úgy érezték a játéknak ahhoz, hogy dominálja egy picit a piacot, de igazából mindenki inkább félretette a pénzét és vált az Overwatch-ra, mert ahogy mondtad, tényleg nem teljesen egyforma a játék, de az Overwatch pont ott erős, ahol a Battleborn gyenge, tehát gyorsabb játékmenetet kíván, ott is egy hőscentrikus játékról beszélünk az Overwatch esetében, ott is változatos emiatt a játékmenet, lövöldözünk, bár ott csak kompetitív dolog van, nincs ez a kampány, úgyhogy én szerintem a kettő tökéletesen elfért volna egymás mellett, de úgy tűnik, hogy a piac erre nem volt vevő. Én azért szurkolok a Battlebornnak, hogy egy kicsit nagyobb sikert fog kapni most még idővel.